Érezzük a hely energiáját, atmoszféráját. Hangolódjunk rá. Érezzük magunkat otthon. Testünket, légzésünket, kövessük a légzést, a kilégzést, és engedjük, hogy a gondolataink lecsillapodjanak. Lazán követjük a kilégzést, kilélegzünk, és a légzés eloszlik a térben. Újra kilélegzünk, és lélegzet eloszlik a térben. Újra kilélegzünk. Lélegzünk a testünkben az energiákat. Itt hol vagyunk, itt a testünkben, ebben a környezetben, ebben a világban. És jó itt lenni. Most gondoljunk a indítékainkra, miért vagyunk itt, mi ennek az értelme, a szándékunk ezzel, hogy itt vagyunk. A belső ösvénnyel akarunk foglalkozni, amely rólunk szól. Magunk feltárásának útja ez. Belső világunk föltárása, amely a leghatalmasabb, és amelyen keresztül képesek leszünk föltárni az egész világunkat. És ez jó lesz nekünk, de nem csak nekünk, hanem összes lénynek, az egész világnak.
az út. Amely képessé tesz bennünket arra, hogy ne csak önmagunkon, hanem másokon is segítsünk. Aki otthon a saját bőrével jól érzi magát, azt tud segíteni másoknak. Aki nem ismeri magát, sőt menekül önmagától, az önmagán kívül és világban is csak zavart és bajt kever. Így tehát most az eltökélt szándékunk, amiért itt ülünk, hogy magunkat megismerjük, belső világunkat föltárjuk, az egész világ összes lényének javáért. És most tehát egy olyan tanítással foglalkozunk egy ideje, amely amelynek a lényege az, hogy megértsük, hogy szellemi világban élünk. Szellemi világban élünk, ezzel foglalkoztunk, a létkör fogalmával és a létkör mechanizmusaival, hogyan jön létre a létkör, ezt a ábrát tanulmányoztuk, mint segédeszközt, amely a létkört ábrázolja. Látjuk, hogy egy kerek dolog van ott, ezt hívjuk létkeréknek, ami egy tükör, és amelyben önmagunkat látjuk. Tehát ami belül van a körön belül, az mi vagyunk, és ezt a kereket, ezt a tükröt, a jáma vagy sincse tibetiül, a halál ura tartja a szájában. Ez megfelel a nyugati kaszásnak, nem úgy néz ki, de ugyanaz. Tehát ő tartja a szájában, és ez azt jelenti, hogy mindaz, ami ezen a körön belül valami ebben a körben tükröződik, az a mulandóságnak, halálnak és újjászületésnek van alávetve. És ez vagyunk mi. És aztán ott fölül, ott körön kívül vannak megvilágosultak buták, ami pedig azt jelenti, hogy a körből ki lehet jutni, tehát ebből az állapotból ki lehet jutni, túl tudunk lépni a jelenleg ismert önmagunkon, hogyha önmagunkat mélyebben föltárjuk, megismerkedhetünk önmagunknak olyan mélyebb szintjeivel és erőivel és adottságaival, amely messzi túl van ezen a tükörben tükröződött zűrzavaron, és ezen a módon elérhetjük mi is azt, amit elértek a festményen látható buddhák, bodhiszatvák, tehát a megvilágosodás. Tehát ezzel foglalkoztunk, és aztán foglalkoztunk különösképpen ugye a külső perem abroncsal, ami a 12 kapocs. 12 kapocs, és a 12 kapocs pedig azt tárgyalja, hogy ez a létkör, amit tehát mi vagyunk, ez fontos, akik nem voltak itt, illetve akik itt is voltak, azoknak is elmondjuk még egyszer, hogy a létkör az sohasem rajtunk kívül van. Úgyhogy szamszára az nem Budapest, az nem Magyarország, az nem a világ, a szamszára az mindig mi vagyunk. Legalábbis a buddhista tanítás szerint aztán, hogy Budapesten mit találnak ki az emberek, az egy más dolog. De a
buddhista tanításokra vagyunk kíváncsiak, akkor ez egy nagyon fontos alapfogalom. A szamszára mindig azt jelenti, hogy én vagyok. Azt mondom, hogy szamszára, azt jelenti, hogy én. Ja? Két szó ugyanazt jelenti. Ja? Ja. Szamszára nem kívül van. Szamszára nem lehet úgy elmenekülni, hogy elkötözni Budapestről. Hogy elkötözünk Tibetbe, vagy Indiába. Visszük magunkat. Az énünket visszük magunkkal, az énünk pedig a szamszára. Ja? Ez nagyon fontos érteni. Szamszára szinonima a zavaros tudattal és az énnel. Ja? Ugye beszéltünk az én meghatározásáról, egy nagyon fontos fogalomról, ugye? Azt mondtuk, hogy mi is az én. Külső önigazolásokból összetákolt önigazolások katyfasza, zűrzavara. Ez az én. Ennek van egy becsületes polgári neve is, hogy be tudjuk írni ugye az anyakönyvben, meg a színei igazolványban, de még továbbra is csak annyi. Ezt jelenti. Kis István, mit jelent Kis István? Külső önigazolásokból összetákolt, külső viszonyításokból összetákolt önigazolások katyfasza. Ezt jelenti. Persze nem Kis István, mindenki magára gondolja. Ez én vagyok, mindig én ez vagyok. Ja? Na tehát ezt tükröződik itt ezen a képen, ebben a képen. Van hat világ, ami hat alapvető, sokféle módon lehet tárgyalni, ezt hat alapvető pszichológiai állapotot jelent, vagy pedig mondjuk jellemt, karaktert, ugye az ember a hat világ valamennyikébe tartozik általában, az ember lehet ember jellegű, ugye az ember lehet állat jellegű, az ember lehet éhes szellem jellegű, vagy az ember élete lehet pokol, és az ember lehet Isten jellegű és félisten jellegű. Tehát ezekről ugye beszélgettünk már, de ez mind mi vagyunk. És ennek a külső viszonyításokból összefércelt önigazolások halmazának a újra és újra történő fölépülésével foglalkozik a külső abroncs, amiről most több alkalom során beszéltünk. Tehát ennek van egy fölépülése. Ez az egész a nem tudásból kezdődik. Alapvető nem tudásból, abból, hogy nem ismerjük önmagunkat. Abból, hogy tévhiteink vannak önmagunktól is, és a világról is. És a tévhiteket veszük igazságnak, valóságnak. Most mivel hogy ez így van, hát ez ugye alapvető probléma. Igaz? Ez olyan, mint hogyha az ember kap egy tár mérget, és azt hiszi, hogy az étel. Ez egy tévhit, igaz? És közben megeszi a mérget. Abból jó nem lesz. Igaz? Tehát tévhite van. Azt hiszi, hogy ízletes ételt eszik, miközben halálos mérget eszik. Ja? Tehát ez a kiinduláspont. Alapvetően rossz a kiindulásponttunk. És ebből aztán egy szövevény, ugye azt mondtuk, hogy szövevény egy tápolmány jön létre. Nyilván, ha az alap rossz, akkor az egész egy tápolmány lesz, nem lesz egy stabil szerkezet, egy megnyugtató, jól működő gépezet, hanem mivel hogy a kiindulás, tehát az alap maga rossz, ugye, hogyha az ember egy befagyott tóra épít egy palotát, ugye, akkor akármilyen szép a palota, amíg elolvad a jég, az egész nem ér semmit, igaz? Mert az alap rossz volt, a forrás rossz volt, igaz? Na hát erről lenne itt is szó, mivel hogy nem tud, önmagunk alapvető nem ismerésére épül az egész énünk, ja, én tudatunk, én ismeretünk, tehát az, amit mi
énnek tartunk önmagunkról, mindegy alapvető, nem is önmagunk nem ismerésre, ezért az egész egy lagyvaság, egy tákolmány, egy olyan dolog, amiből csak baj van. Hiába küszködünk. Tehát. Hiába festjük, ugye elkezd repedezni a jégre épített palota, mert kezd a jég olvadni, akkor hiába leteljük a repedéseket, meg fessük át a házat, ugye pár nap múlva úgyis nem lesz, úgyse lesz belőle semmi, mert egyszer elsüllyed az egész. Már ehhez hasonlít, ezt nagyon fontos megérteni. Nagyon fel. Az, amit mi most tudunk önmagunkról, az ez. Az egy ilyen jégre épült palota, és jó, ha az ember letisztálva van, nem? Jó, az ember letisztálva van. És akkor mit kell csinálni? Meg kell tanulni úszni. Azért vagyunk most itt. Megtanuljunk úszni, mert a palota el fog süllyedni. Akkor jó tudni úszni. Hát vagy repülni, négy ott persze. Vannak ki repülni, és megtudtad. Nos, tehát erről volt szó. Ugye, most már így részletesen ezt tárgyaltuk, tehát nagyon röviden vezényszavakban azt mondtuk, hogy 12 kapocs van, abból az első az alapvető nem tudás. És utána, ugye, és azt is mondtuk, hogy ez egy ténylegesen lejátszódó folyamat, tehát ez nem egy, nem, hogy mondjam, nem egy filozófia, tehát nem egy elméleti modell, hanem ez tapasztalati leírás. Ja? Tehát tapasztalatból született leírás. Buddha, amikor megvilágosodott, megvilágosodás éjszakáján, akkor ezt a gyakorlati láncot ő tisztán látta, és ő adta meg ennek a leírását. Pontosan látta, hogy milyen lépésekből áll ennek a zavaros én képnek a fölépülése. Ezt adta meg, ennek a leírását. Tehát azt mondtuk, hogy az első az alapvető nem tudás, ami olyan, mint a tökéletes sötétség. Egy ájult állapota a tudatnak, nincs benne semmi, csak egyszerűen nem tudunk semmiről semmit. Akkor ez elkezd, ebben valami elkezd mozogni, megjelenik egy késztetés, akkor ez egyre erősödik, ez halad a tudatosság felé, ez a késztetés viszi ugye a tudatot a tudatosság felé, mert a sötét éjszaka az egy öntudatlan állapot. Ja? Akkor a tudatosságból lassan kialakul a tudat, de a tudat nem magában alakul ki soha, tehát ez a zavaros tudatról, ugye arról van szó, hanem mindig a tárgyával együtt. A tudat úgy alakul, én és a világ együtt. Én és amit látok, én és amit hallok, a kettő együtt. A kettő egymástól elválasztatva, ugye erről is beszélgetünk. Tudat és a vele járó jelenségek. A következő az érzékelés, és ezzel együtt kialakul a hat érzék. Utána, amikor megvannak az érzékek, akkor jön a kapcsolat, akkor az érzékek révén kapcsolatba lépünk a tárgyakkal. Utána megjelennek a öröm, bánat, jó érzés, fájdalom érzései. Azután jön a vágy, ami azt jelenti, hogy mindig többet akarunk. Tehát egyre élesedik, egyre bonyolódik ugye a tudat, egyre mondjuk így, hogy jobban kiteljesedik, ja, egyre jobban kiteljesedik, egyre inkább egy terebélyes fához kezd hasonlítani. Aztán a 9. kapocs a vágy tárgyainak hajszolása, illetve az ellenszebb tárgyainak az elutasítása. 10. kapocs a létesülés. Ja? Létesülésnél vagyunk ott, hogy készek vagyunk arra, hogy a hat világ valamelyikében megszülessünk. Ja? Létesülés. És utána jön a születés. Ez a 11. kapocs, amikor is ténylegesen megszületünk a hat világ valamelyikében. Ez állapotot jelent, vigyázzat, tehát állapot. Ez az egész a tudatban játszódik le. Ugye az ember úgy gondolja, hogy a materialista szemlélet azt tanította nekünk,
hogy ugye itt van a világ, és akkor én itt vagyok a világban. És amikor tudatra gondolunk, akkor legjobb esetben is egy ilyen, vagy hívják egy kis felhő, vagy egyfajta gomolyag, vagy valami kis buborékra gondolunk, és azt mondjuk, akkor a tudat az így megy a világban. Ja. Hát, hogyha így gondolkozunk, akkor nem értünk meg semmit. Tehát pontosan arról beszélünk most, azért beszélünk ezekről a dolgokról, hogy megértsük, hogy szellemi világban élünk. Tehát nem egy anyagi világ, amiben a tudat mozog. Sokkal inkább hasonlít ez a világ egy hatalmas nagy hologramhoz, amit mai tudomány már ugye kezd szintén felfedezni. Buddhizmusban ez eredetileg, tehát régóta, sok ezer éve kimondott dolog, tapasztalat, mert ugye Buddha sem az első Buddha volt, tehát sok ezer éve kimondott fogalom, ezt buddhizmusban úgy hívják, mandala, amit a nyugat úgy hív, hogy hologram. Pontosan azt hívják mandalának a buddhizmusban. Tehát mandala, ami azt jelenti, hogy szellemi világban élünk. Mindenki a saját erőterében él. Saját erőterében. És a saját erőtere az ő világa. Ja? És ezt az egészet az ő tudata teremti. Tehát a mi tudatunk teremti a mi világunk. Ez egy hologram. Egy hologram, ez azt jelenti, erről még lesz itt később szó, hogy kicsit jobban, közelebbről megértsük ezt. Tehát lényeg az, hogy azért beszélünk most ezekről a dolgokról, hogy átlépjük ezt a küszöböt. A régi, a materialista szemlélet, vagy hát nyugati szemlélet, bizonyos értelemben ugye a nyugati vallásos szemlélet is ezt a fajta ugye talapállást ugye követi, ugye, de tehát a materialista szemlélet, hogy itt a anyagi világ, és akkor én itt jövök, megyek benne, és az anyagi világnak édes mindegy, hogy én létezem, vagy nem létezem. Ja? Édes mindegy. És akkor az ember ilyen módon ugye redukálja, illetve degradálja a saját létét. Ja? És ebből aztán mindenféle baj származik. Ja? Mindenféle nem találja helyét. Igaz? Próbálja az ember megoldani ezt azzal, hogy ugye kitalál magának valamiféle magasabb szellemet, aki szintén valami, mint egy felhő, aki leveg itt az anyagi világban valahol, ugye, és akkor az én felhőm fölveszi az ő felhőjével a kapcsolatot valahogy, van fénysugarak, vagy hasonló elképzelések segítségével, és akkor még megpróbálok ő vele valahogy egyesülni, de a függetlenül ott van az anyagi világ, meg minden más. Ja? Tehát ez egy megoldhatatlan elképzelés, megoldhatatlan. Tehát ezt el kellene felejtenünk úgy, hogy azért beszélünk most erről a dologról, hogy azt mondtuk, hogy a tudat, a mi tudatunkról van szó, a mi tudatunkat kell megismerni, azt kell föltárni, mert mindent azt teremt. Tehát ez a világ úgy, ahogy elválaszthatatlan a mi tudatunktól. Elválaszthatatlan. Kettő együtt, egymás nélkül nincs. Ja? Ehhez hozzátartozik persze az, hogy a tudatnak óriási története van már. Óriási története van. Előző életek. Nem egy és nem száz, hanem végtelen sok. Kezdettelen idők óta létezik a tudatunk. Ez pedig azt jelenti, hogy soha nem volt kezdete. A tudat egy megfoghatatlan volt, lehatárolhatatlan. Ez azt is jelenti, hogy mielőtt ez a világ, ez a Föld, ez a Nap, ez a Hold, ez a világ, amiben élünk, kialakult volna, már a tudatunk létezett. És ez független attól, hogy voltak-e bolygók, meg akármik, nincs jelentőség. A tudat nem olyan, hogy kötődik ilyen dolgokhoz. Sőt, mondhatjuk inkább úgy, hogy ez a világ, amit mi ugye Földnek és bolygóknak és akárminek ugye tartunk, ez csak egy modell. Ez egy modell. Jelen pillanatban ez a sokak által elfogadott, divatos
modellje a világnak. Ennyi. Ennyi. Mert a valósághoz nagyon kis kevés köze van. Nagyon kevés. Megnézzük ugye a modern fizikát, ez bebizonyosodik. Tehát a tér, a világ nem üres. Nem üres. Ja. Sokkal közelebb jutunk a világhoz, hogyha azt mondjuk, hogy nem bolygókból és atomokból áll, hanem azt mondjuk, hogy energiából áll. Ja. Mert hogyha azt mondjuk, hogy energiából áll, akkor már egy sokkal közelebb átlépni a határt, és azt mondjuk, hogy igen, milyen energiából? Információból. Információból, kedves kényem. És ha azt mondjuk, hogy információból, mi az, hogy információ? Információ gondolat? Csak, hogy helyben vagyunk. Csak, hogy helyben vagyunk. És akkor megértettünk sok mindent. Ja? És a mai fizika már itt tart egyik lábával. Másik láb az béna. Szúzza maga után. Mi meg abba kapaszkodunk. A béna lábában. Ja? Ja, tehát nagyon fontos ez, ezért foglalkozunk ezzel az egész történettel. Nem lehet megérteni egy kukkot sem a belső ösvényből, a buddhizmusból, ha nem értjük meg ezt. Tehát, hogy szellemi világban élünk. Szellemi. Ez, hogy égi testek, meg világegyetem, meg bolygók, meg galaxisok, meg molekulák, meg atomok, meg részecskék, akár kicsik, akár nagyok, ez csak egy modell. Egy modell, ami az intelligenciának egy bizonyos szintjéhez szól. Ezt nem én találom ki, ezt Buddha így tanított. A buddhizmusban is van tanítás atomokról, részecskékről. De ugyanakkor tisztán ki van mondva, hogy ez az intelligenciának egy bizonyos szintjéhez szól. Ez olyan emberekhez szól, akik csak ezt képesek megérteni. Ja? Ezt Buddha kimondta 2500 évvel ezelőtt. Ja? Ő adott olyan tanítások adott, amit az emberek megértettek, és ami által kicsit tovább tudtak lépni. Ugye? De ezt tisztán kimondta. Most lehetséges, hogy az történt, én fantáziálok, ugye lehet, hogy nem fantáziálok, de lehet, hogy igen. Mondjuk, hogy igen, nem, hogy valaki ugye megsértődjön, megharagudjon. Lehet, hogy Buddhának ezek a atomokról szóló tanítása eljutottak Görögországba. Körülbelül éppen abban az időben, amikor Buddha élt. Időszámítás előtt 500-ban. Nem lehetséges. És ott voltak emberek, akik okosabbak voltak annál, de voltak emberek, akik nem voltak ennél okosabbak. Ja? És aztán kialakult egy nagyon meghatározó gondolkodás, ugye? Ja, és a modernkor ehhez nyúlt vissza. De ugyanakkor Buddha tanításaiban ez ki van mondva, hogy ez bizonyos leegyszerűsített szemlélet. Ja? Mert a magasabb szemlélet, a tantrikus szemlélet, meg a Mahamudra és a Dzogchen szemlélet nem ebben a terminológiában beszél. Az azt mondja, a mandaláról beszél. A mandala pedig nem más, mint egy világ, ami információval áll. Amit ugye egyszerűség kedvéért úgy mondjuk, hogy fény, de a fény innen jön és nem onnan. Tehát egy belső fény. Belső fény teremti a világot. Ja, a szellemfénye, a tudatfénye teremti. Tehát információ. A mandala az információ világ. Na hát ezt csak így zárójelben azért hozzátettem, hogy kicsit, hogy mondjam, átláthatatlanabbá tegyem azt, amit eddig beszéltünk.
Ja. Tehát ilyen módon eljutottunk a születéshez, és aztán az 12. kapus pedig igazából az egész életünk. Tehát a 11. kapus megszülettünk, beléptünk a 12. mezőbe, és az, ami testbeni életünk, az a öregedés és halál. Születéstől kezdve erről van szó, öregszünk és meghalunk. Ja. És amit itt ugye fontos tudni, hogy most a születés az a fogantatást jelenti. Na, fogantatást jelenti. Buddhizmusban mindig. A születés, az élet kezdete a fogantatás. Ez azt jelenti, hogy 11 kapocs, ja, van, tárgyaltuk a tudat kialakulását, ja, de még nincs semmi nyoma a testnek. Tehát még nem történt meg a fogantatás. Ja? Nem történt meg a fogantatás. Ez azt jelenti, hogy a tudat teljesen függetlenül kialakul idegrendszertől, és agytól, és hasonló dolgoktól. Teljesen függetlenül kialakul. És nem az anyamében, ez nem az anyamében játszódik. Ez ott játszódik le, amit úgy hívunk, hogy a köztes lét. Meghalt valaki, a tudat elszakadt a testtől, akkor megjelenik a nem tudás állapota, ami volt az első kapocs, utána nincs test, nincs test. 11 kapcson keresztül nincs test. Illetve 11-ben van, 10-en keresztül nincs test. Mert azt jelenti, hogy a tudat test nélkül kialakul, és végül, amikor már annyira megszilárdult, és olyan konkrét, fejlett tudattá vált, akkor jutott el abba az állapotba, hogy képes egy testhez kapcsolódni. Hát ez a test mit jelent? Ugye egy megtermékenyült betegséget jelent. Mert az a fogantatás pillanatában, megtermékenyülés pillanatában ugye nem csak két dolog, nem csak a hím sejt és a női sejt, hanem egy tudat is kapcsolódik. Ez a három dolog olvad össze, attól kezdődik ugye az élet, az új élet. Úgyhogy ezek eléggé megrázó dolgok, kell, hogy legyenek, hogyha odafigyelünk. Eléggé megrázó dolgok kell, hogy legyenek, mert teljes mértékben ellenkeznek az eddig égi életünk során tanultakkal. Most ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Ja. Én azt javaslom, hogy ne fogadjuk ezt el, mert ha csak vakon elfogadjuk, akkor továbbra se tudjuk, hogy most ételt teszünk, vagy mérget. Amit elénk raktak, megesszük. Ki tudja, mi lesz belőle. Ja? De fontos, hogy az ember, hogyha valami most ugye felnőtt fejjel ugye szeretne igazából lépni önmagával, akkor legyen kritikus, legyen tudatos, legyen észnél. Az első pillanattól kezdve, tehát mostantól kezdve. Ja? És itt nagyon fontos, hogy mindez kapcsolódik a tapasztalathoz. Tehát ez nem elmélet. Ezt Buddha maga is tapasztalatból, meditáció által, meditációban nyert tapasztalatból szűrte le, és úgy írta azután le a tanítványoknak, és ezt meditációban mi is meg tudjuk tapasztalni. És azt már elkezdhetjük most. Nyilván a meditációnak mélyebb szintjén az egészet átlátjuk, de kezdeti szinten már most elkezdhetjük ennek a megtapasztalását. Tehát ezt kapcsolni kell a meditációhoz. Ja? És ez mit jelent? Ez azt jelenti, a meditáció első számú, mondjuk így, gondolata, vagy alap szemléleti alapfeltétele az, hogy a tudat le tud egyszerűsödni. A tudatunk is szerint bonyolult, igaz? Gondolatok, érzések, vonzódások, ellenszenvek, indulatok, stb. Stb. Iszonyatos bonyolult, ugye azt se tudjuk, hogy hol kezdjük. Ja? Le tud egyszerűsödni. Tudjuk, pontosan ezzel kezdődik az egész. Az a bizonyos alapvető nem tudás a tudatnak
egy bizonyos, nagyon egyszerű állapota. Nem mozog semmi. Teljes csönd van, mozdulatlanság van, ja? Olyan, mintha a tudat nem is létezne, ja? És ez a halálunkkor megtörténik. Nem csak a halálunkkor, elalváskor is megtörténik. Ugyanez megtörténik, amit elalszunk. Ugye, és elveszítjük a fonalat. Igaz? Még csak nem is álmodunk. Vannak periódusok, amikor nem is álmodunk. Ez a mély alvás állapot. Ugyanaz történik. Tudod, teljesen leegyszerűsödik önmagában. Most ennél van egy még egyszerűbb állapot, a legegyszerűbb, legtermészetesebb állapot, az a tiszta fény állapota. Ja? És ennek a mélységes éjszakának, a nem tudás mélységes mozdulatlan éjszakának a mélyén az van, csak oda annyira a tudatunk nem egyszerűsödik le, érezhet, észrevehetően magától. Leegyszerűsödik, csak mi azt nem veszük észre. Nem vagyunk rá fölkészülve. Ez megtörténik a halálunkkor, amikor a tudat leegyszerűsödik, eladja a testet és leegyszerűsödik önmagába. Egy pillanatra megjelenik a tiszta fény, de ezt nem látjuk, nem is észre se vesszük. Észre se vesszük. Olyan gyorsan. Hát mert teljesen ismeretlen. Ez olyan, mint hogyha az ember ugye megy az utcán és szembe jön vele 10 000 ember, ugye? Hát megyünk a körúton és jönnek folyamatosan szembe. Egyetlen ember sem veszünk szinte észre. Miért? Mert nem ismerjük őket. De ha szembe jön az anyánk, ezt rögtön észrevesszük. A 10 000 ember között is. Mert ismerjük. Igaz? Este el kéne mondani, hogy kikkel találkoztunk az utcán, amikor végigmentünk a körúton, vagy amikor ültünk a villamoson, kik volt. Ja? Hát, hogy a főbe lövéssel fenyegetnének, se tudnánk semmit mondani. Igaz? De ha véletlenül ott volt a XY, a Józsi, vagy a anyánk, vagy a testvér, találkoztam az anyámmal. Ja? Mintha csak ő vele találkoztunk volna, de 10 000 emberről szó sincs, igaz? Na hát ehhez hasonlít ez a bizonyos pillanat, amikor az ember elvillan a szeme előtt ez a tiszta fény állapot, semmi közöm hozzá, fogalmam sincs róla, észre se veszem. Ja? Észre se veszem. És akkor beleragadunk a sötétségbe. Ugyanez megtörténik, amikor elalszunk is. Mély álom. A mély álom állapotában is ott van a tiszta fény, de nem veszük észre, mert nem ismerjük. Elmegyünk mellette. És beleragadunk a nagy fekete sötétségbe. Mindazonáltal, de ez már önmagában is, hogy ott van a nagy fekete sötétség és a tudat mozdulatlan, nagyon egyszerű állapota, ez is azt mutatja, hogy a tudat önmagától le tud egyszerűsödni, és ez nagyon nagy dolog. Ez a meditáció alapgondolata. A meditációt nem kell és nem is lehet mesterségesen létrehozni, hanem csak megteremtjük az alkalmas feltételeket ahhoz, hogy a tudatban megtörténjen a leegyszerűsödés. Magától. De a tudat erre képes. Hogyan képes? Hát ugye hasonlattal élve, ha van nekünk egy pohár zavaros vizünk, ja, amíg kavarjuk a vizet, addig az zavaros marad. De ha tudjuk, hogy letesszük a kavarót, és a kezünket hátra kötjük, mert borzasztó nehéz megállni, ugye, hogy kavarjuk a vizet, mindenképp kavarni kell, de valaki jó barát, jön egy jó barát, és hátra kötjük a kezünket, és csak nézzük a vizet, akkor az magától kitisztul. Igaz? Mert ehhez hasonló a tudat is. Tehát a meditáció gyakorlatilag azt jelenti, hogy hátragyújtjuk a kezünket. Ja? Ez borzasztó nehéz. Ez a nehéz. Mindenki tudja, milyen nehéz lehetni meditálni. Igaz? Annyi dolgunk van, és az annyira csábító az a sok dolog, még a legrosszabb dolgok is. A legrosszabb dolgok is. Tudjuk, hogy veszélyes, tudjuk, hogy káros, tudjuk, hogy rossz, de csinálnunk kell. Ugyanakkor meditációra tudjuk, hogy az jó, az hasznos, az a legjobb, és nagyon nehéz csinálni. Tehát hátra kötjük a kezünket.
Hát képletesen, ugye? Képletesen hátrakötjük a kezünket. Ez azt jelenti, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tudat le tudjon egyszerűsödni önmagában. Ja? Ebből a körből ez az első számú nagyon nagy, nagyon fontos tanulság. Ja? A másik nagyon fontos tanulság ugye az, hogy ez a kör nem csak életenként játszódik le, hanem ez naponta is, sőt pillanatonként lejátszódik. Erről ezt is érintettük már, ugye beszéltünk erről is. Ez azt jelenti, hogy a tudat egyszerű állapota, és nem csak az alapvető nem tudás, hanem a tiszta fény állapota is, tehát a legegyszerűbb, legtermészetesebb állapota is, elérhető bármelyik pillanatban itt és most. Bármelyik pillanatban elérhető. Tehát a tudatot, ha most engedjük leegyszerűsödni, tökéletesen leegyszerűsödni ebben a pillanatban megtapasztalható a tiszta fény. Ja? Ebben a pillanatban megtapasztalható. És aztán, mivel hogy nem veszük észre a tiszta fényt, ja? Ezért a tudat minden pillanatban újra és újra fölépül a 12 kapocs mechanizmusa alapján. Minden pillanatban újra és újra. Borzasztó sebességgel. Ja. Tehát ez azt jelenti, hogy meditációnk arra irányul, mondjuk így, hogy a tudatnak ezt a iszonyatos pörgését, ahogy újra és újra fölépítő a zavaros állapotát, kezdjük egy kicsit lelassítani. Hát egyfajta lelassulás. És ezt egy szokássá tenni. Tudod meg egy bizonyos lelassulás. A meditáció. Ez nem azt jelenti, hogy akkor így kell menni az utcán. Nem tudom. Nem ezt jelenti. Lelassulásra a meditáció ülések szolgálnak. Tehát a meditáció ülésben lassítjuk le a tudatot. Nem. Egyébként nem kell. Egyébként normálisan dolgozunk, de hogyha rendszeresen csináljuk a meditáció üléseket, akkor valami a tudatban kezd átrendeződni. Ja? Tehát ez a bizonyos letisztulás, ez folytatás megtörténik. Ja? Tehát letudjuk ezt a hihetetlen sebességű zavaros tudat fölépülést lassítani. Le tudjuk lassítani a meditációt. Ja? Most ha a tudat leegyszerűsödött, megizleltük a tudat leegyszerűsödött állapotát, akkor megjelenik az a tudás is bennünk, tapasztalati tudás, hogy láthatjuk, hogy a tudatban megjelenhetnek dolgok, mozgó dolgok, pörgő dolgok, de ez nem ragad már magával bennünket. Ugye, a meditációt ugye az előző órában végeztünk, erről szólt, igaz? Azt mondtuk, hogy ott van az alaptér. Az alaptér, ugye? Amit a kérdés nyugalom, hogy bármi mozdul, hadd mozduljon, akár belül, akár kívül, bármi mozdul, hadd mozduljon, mert elfér ebben az alapvető nyugodt, tiszta térben. Tehát ez a meditáció útja. A meditáció nem azt jelenti, hogy elrugaszkodunk a világtól, valami különleges állapotba kerülünk, csak azt jelenti, hogy tudat leegyszerűsödik, kitisztul, ha? Lenyugszik, ha? És kevésbé kerül az események, a történések
bűveletébe, hatalmába. Kevésbé ragadtatja el magát. Tehát ezt az ember elkezdi, és lassan megérzi, mi ez, és lassan kezd jártasságra szert tenni. És ez a meditáció lényeg, a jártasság. Ez annyira fontos, hogy a tibeti nyelven szinte ugyanaz a szó jelöli a meditációt és a jártasságot. Ugyanúgy mondják, gom mind a kettő, gom és kom, egy kicsit, nagyon pici különbség van. Másképp van írva, egy kicsit. Ugyanaz a szó. Gom a meditáció, és gom a jártasság. No. Tehát erről szólna a 12 kapocs. Aminek tehát egy nagyon fontos gyakorlati, hogy mondjam, jelentése, vagy értelme az, hogy amikor meghalunk, akkor a testünk hal meg, és a tudat leegyszerűsödik. Ja, leegyszerűsödik. Eddig a bizonyos nem tudás mozdulatlanságáig. Úgy mondják, hogy ez 3 napig tart, ez egyfajta árult állapot. Tehát, hogy miután a test meghalt, még a tudatnak ez a leegyszerűsödési folyamata hátra van. Ja. És ez nem esik egybe a test halálával. Nem esik egybe. Ez folytatódik utána. Amikor a test meghalt, akkor még bizonyos ideig a tudat folyamatai játszódnak. Ez nehéz, ugye ez esetről esetre más, mondanak itt általában 20 percet, ez esetről esetre más, más időtartam. Ja? Tehát ez a folyamat már független ugye az idegrendszertől, az agytól, agyműködések vége, idegi működéseknek végük van, és tudatnak van egy bizonyos folyamata még. És akkor a tudat ebben az állapotban van, a test az eltűnik, azt elhamvasztják, vagy akármi történik vele, nincs jelentősége már a test szempontjából, vagy a tudat szempontjából, és akkor 3 nap után kezdődnek ezek a késztetések, a tudatban elkezd valami mozogni van sötét éjszakában, és akkor így aztán fölép az egyre, ugye, hogy mondjam, jelentősebbé válik, és kibontakozik, és akkor a végén ugye, kialakul a tudat, és akkor a tudatban megjelennek azok a késztetések, hogy találjon magának ugye, a karma alapján egy újabb testet, és akkor ugye, talál magának egy újabb testet, ami nem feltétlenül embertest, még csak nem is feltétlenül húsvértest, tehát állat, vagy akármi, hanem az lehet egy szellemtest is. Valamilyen testet talál magának. Tudod, karmája alapján, attól függően, hogy mire van karmája. Tehát a 6 világból, amelyikbe belép. Tehát ez a folyamat, ez a tudatnak, vagy az énünknek, vagy a létkörének, tehát ugyanazt jelenti mind a 3, akármelyik szót használom, ennek az új, a fölépülése, ami ugye egyrészt ugye egy élet keretében lejátszódik, másrészt naponta lejátszódik, másrészt, mint már mondtam, pillanatonként lejátszódik, ez olyan óriási sebességgel folyik, hogy körülbelül olyan, mint hogy egy gyors vonaton ülnénk, gyors vonatról is elvileg bármikor le lehet szállni, igaz? De sem senkinek eszébe nem jut. Igaz? Ha csak nem akar öngyilkos lenni. Tehát az ember eszébe se jut, leszállni a vonatról, míg nem állt meg.
Mert a meditáció adja meg a lehetőséget arra, hogy ezt a gyorsulatot szépen leállítsuk, és amikor a gyorsulat leállt, akkor kényelmesen le tudunk szállni róla. A reinkarnáció folyamatát Buddha a szutrákban és a tantrákban is tanította. Az újraszületés a tantrikus szövegekben is magyarázta Buddha, a jelen életből a következő életből való átjutás folyamatával kapcsolatban. Nagy segítség és nagyon fontos, hogy a tantrikus perspektíváról is legyen valami ismert. Tantrikus szempontból a testnek és a szellemnek több szintje van. Többet jelent a test és a szellem, mint amennyit mi felfogunk korlátozott értelmünkkel, vagyis amit mi látunk önmagunkban, illetve a környezetünkben. Azok a testek és szellemek, amelyeket mi észlelünk, a képnek csak egy kicsi részét alkotják. Ez vonatkozik ránk is, és vonatkozik a társainkra is. Hát, amit mi látunk, az egy nagyon-nagyon pici kis szelete valóság. Beszélünk egy makrokozmikus testről, amely magában foglalja mindazt, amit észlelünk, mindazt, amit látunk és tapasztalunk. Az egész világegyetem a mi testünk, mert benne vagyunk. Ez a mi nagyobb testünk. Ja? Tehát gondoljunk itt megint a hologramra, vagy a mandalára. Tehát úgy gondoljunk az egész világegyetemről, hogy akkor elválaszthatatlanok vagyunk. Az a mi testünk. Ugyanúgy, ahogy a testünkre így gondolunk, ugye? Testünktől elválaszthatatlanok vagyunk. Így érezzük, igaz? Hát a testünkre valami baj éri, akkor minket ér baj, igaz? Minket ér baj. A testünk az, ha teljesen azonosulunk vele, azt mondjuk, ez én vagyok. És akkor a testünkre jutunk, igaz? Még hogyha egy fényképen látjuk a testünket, arra is azt mondjuk, hogy ez én vagyok. Ami pedig tényleg nevetséges kijelentés. De ennyire ragaszkodunk a testünkhöz. De ennyire azonosulunk a testünkkel. Tehát ezt kellene nekünk kicsit tovább folytatnunk, tovább fejlesztenünk ezt a gondolkodásmódot, és az egész világegyetemre úgy tekinteni, hogy ez a mi testünk. És akkor egy kicsit közelebb kerülünk a valósághoz. Ha? Tehát a nap én vagyok, a hold én vagyok, a csillagok én vagyok, a bolygók én vagyok. És aztán, hát ez nem az egész világegyetem, ez csak egy nagyon kis része még mindig. Ha? Az egész világegyetem én vagyok. Ez az én testem. Ezt tudjuk úgy, hogy a makrokozmikus szellem, vagy a test. Mit jelent ez? Mindaz, ami történik a világegyetem bármely részén hatással van ránk. Ez azt jelenti. Habár mi nem biztos, hogy teljesen tudatában vagyunk annak, hogy hogyan. Ez egy szép kijelentés. Ezért, ez az, amiért a tantrikus asztrológia az emberek életében hasznos lehet. Mert az egy olyan módszer, amelynek segítségével megismerhetjük ezeket az egyetemes eseményeket és viszonyulhatunk hozzájuk. Ja. Ha az ember a fizikai testének, tehát ennek a közelebbi testének a kezét például tűzbe veszi, akkor érzi a fájdalmat, igaz? Egyértelmű. Ja. Ugyanígy hatnak ránk a világban történő események. Esznek ma már tudatában vagyunk, igaz? A nyugati ember most kezdi újra ugye, felfedezni, nagyrészt pontosan a keleti hatásra, hogy tényleg, hogyha felrobbantunk egy atombombát valahol a világ másik részén, vagy pedig egy
csernobili atomreaktor ugye leég, fölrobban, az hatással van a világon mindenkire. Mindenkire. Elmegy a hatása. Ha? Ugyanígy, hogyha háború van valahol, világon, akkor azt mondja, hát az ötök ott van. Nem. Nem. Nagyon-nagyon erős hatással van rá. Hát a legegyszerűbb dolog az, hogy hát látjuk a tévében, és közvetlen, direkt, nagyon erős hatásuk van rá. Igaz? Látjuk, hogy lőnek, látjuk, hogy meghalnak, látjuk a brutalitást, foglalkozunk annak a politikai hátterével, stb. Tehát már így hat ránk. Ja? De nem csak így, hanem minden egyes kilőtt golyó, minden egyes ledobott bomba, minden egyes akármi, brutális cselekmény, ez mind hat ránk. Ugye beszélünk környezetszennyezésről, meg sugárzásról, meg hasonló dolgokról, igaz? De ez mind hat ránk. Ugyanakkor az is hat ránk, hogyha valaki jóval foglalkozik. Tehát, hogyha valahol egy meditáció közösség van, vagy valahol akik egy gyakorló, vagy egy nagymester, vagy van egy kolostor, vagy templom van, ez mind hat ránk. Ezek ma már mind bebizonyított és látható tények. Itt nyugaton is, keleten ezt mindig tudták. Mindig tudták, alapvető tudás. Bármi dolog történik a világegyetemünkben, az hat ránk. Átélhetjük úgy, mint egy rossz érzést, vagy hangulatot, vagy jó szerencsét, esetleg pénzügyi téren, vagy személyes viszonyokban, illetve spirituális szinten is, mint haladást, vagy annak ellentétét. Hát stb. Stb. Hát ugye csak néhány kiragadott példa. Az asztrológia meg tudja határozni azokat a dolgokat, amelyek a mi közvetlen galaxisunkban és naprendszerünkben történnek, de vannak hatások, amelyek ezen kívülről jönnek. Hát a tantrikus szövegekben, a buddhista szövegekben nem csak erről a naprendszerről beszélünk, hanem sokkal tágabb a szélesebb a látomás. A tantrikus szövegekben ezt a makrokozmoszt úgy hívják, hogy 1000 millió világegyetem, 1000 a 3. a köbön. 1000 a köbön világegyetem. Vagyis 1 milliárd világegyetem egyfajta világrendszert alkot, de még ez is csak egy világrendszer. Tehát még ebből is számtalan sok van. Ja. Amelynek mi része vagyunk. Az 1000 a köbön világrendszernél kisebb, az 1000 a négyzeten világrendszer, amely 1 millió világrendszer. Az, ami ezen belül történik, erősebben hat ránk, mint ami a nagyobb rendszerben. Az, ami az első 1000-ben történik, nagyon erősen befolyásol bennünket. Aztán az, ami a saját naprendszerünkben történik, az a legközvetlenebbül érint bennünket. Természetesen, ami a Földön történik, annak még mélyebb hatása van ránk. Ja? Próbálj még így gondolkozni. Mi ahhoz sem vagyunk hozzászokva, hogy ami a Föld másik oldalán, vagy ami a szomszéd országban történik, akár a szomszéd faluban történik. Teljesen mindegy. Messze van, nem is tudok róla, ez engem nem érint. 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 Tehát ami a Földön történik, van, nagyon erős hatása van, és ezt ugye kiterjeszthetjük egészen a 3000-es világrendszerre. 3000-es világrendszernek hívják, hogy a tibetiből lefordítjuk ezt a bizonyos 1000 a 3. világrendszert. 3000-es világrendszer. Tongsung-nak hívják. Tongsung-jikten. Tongsung-jiktennek hívják. 3000-es világrendszer. No? Ez tehát a külső. Aztán megyünk befelé. A testnek magának is szintjei vannak. Ja? Külső, belső és finomabb szintje.
finom test. Ja. Akik ezen a földön születtek, azoknak külső testük, belső testük és szubtilis, tehát finom testük van. A külső test lehet pozitív vagy negatív. A belső test már inkább pozitív, mint negatív, a szubtilis test pedig csak pozitív. Végül a szellem, amelynek Buddha természete van, az tökéletes. Tehát a szinteket így kell látnunk. Így kell látnunk. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a lélegzetnek is különböző aspektusai vannak, amelyek megfelelnek a test különböző aspektusainak. A légzés egy olyan dolog, amit állandóan végzünk. Van külső légzés, belső légzés és finom légzés, szubtilis légzés. Meditáció, recitáció, gyakorlatok és különböző légzés gyakorlatok segítségével a külső testet megtisztíthatjuk azáltal, hogy a külső lélegzetet megtisztítjuk. A belső és a szubtilis légzés is nagy mértékben befolyásolhatja a külső testet és a külső lélegzetet. Ja. Most itt abba hagyjuk, ezekkel fogunk aztán foglalkozni a következő alkalommal, 2 hét múlva körülbelül. Ezt akkor vigyétek magatokkal ezeket a gondolatokat, nagyon fontos, és próbáljátok meg tényleg a világotokat ezek alapján legalábbis megkérdőjelezni, és fordítva is, ezeket a gondolatokat is meg kell kérdőjelezni a tapasztalataitok alapján. Elfogadhatók ezek. Nem szabad elfogadni semmit, csak azért, mert úgy hallottuk valakitől. A fejlődés útja azzal kezdődik, hogy elkezdünk vizsgálódni. Nem úgy, hogy megtanulunk új dolgokat. Az még nem fejlődés. A fejlődés a kibontakozás, a vizsgálódás függvénye. Vesszük a fáradtságot, utána járunk dolgoknak. Ja? Hallottunk valamit, érdekes, megragadott bennünket, ja, és akkor megpróbáljuk verifikálni, igaz? Megvizsgáljuk a valóság értékét. Megvizsgáljuk a valóság értékét. Most igaz vagy nem igaz? És ha ez igaz, akkor az, amit eddig hittem, az igaz vagy nem igaz? Ja? Hogy is van ez? És akkor lesz fejlődés, akkor lesz előrelépés. Na. Ez olyan, mint a gyerek, amikor járni tanul. A gyerek nem tud járni, és akkor már azt mondják, hogy gyere, lépkedj, és akkor a gyerek azt mondja, nem, elhiszem, hogy tudtok járni. Elhiszem. A járás az nagyon jó dolog. Abszolút elhiszem. De ő maga nem tesz egy lépést sem. Abban mi a jó? Elhiszem, jó, járni jó, nagyon jó, csináljátok, tudjátok, elhiszem. Meg vagyunk győződve volt. De fenekét nem neveli fel. Vagy az írás, ugye? Mert attól nem tudom megírni, hogy elhiszem azt, hogy milyen jó írni. Az írás előnyeit. Igaz? Nem venni kell a fáradtságot. Meg kell tenni magunknak a lépéseket. És akkor történik dolog. Igaz? Tehát ezeket a dolgokat is próbáljátok még így kezelni. Nagyon fontos. Tehát amit eddig tudtok a világról, önmagatokról, csomó mindent tud az ember, nincs, hogy nem tud, felnőttek vagyunk, ugye? Amit tudtok eddig az önmagatokról és a világról, próbáljátok az új gondolatok fényében újra értékelni. Vagy pedig, mondom, az új gondolatokat értékelni az eddigi tapasztalatok fényében. Mindegy, mind a kettő jó. Azt mondom, hogy hát ezt nem fogadom önben, ez ostobaság. Akkor úgy nem ér semmit. De mert azt mondom, miért ostobaság? Miért nem fogadom el? Ja? Mi az, amit
nem találok hitelesnek ebben. És akkor elindul a kutatás, elindul a fejlődés. Akkor elindul a fejlődés. Mind a két út jó. Nem kell elfogadni. A lényeg az, hogy nem kell elfogadni. Ugye, ahogy a magyar mesélő úgy fejezi le mindig a mesét, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Ezt megszoktuk, és ezt is csak, hát ez ilyen fordulat, szófordulat. Ez nem egy szófordulat. Azt jelenti, hogy a mesélő elmondott egy tanítást a világról, és azt mondja, most a labda tiétek, az én munkámnak vége. Labda nálatok van. Mit kezdtek vele? És itt ez a legfontosabb része. Ez a legfontosabb része. Mit, hogy kezdünk vele valamit. Nem az, hogy megesszük, és akkor, na mostantól kezdve nem tudom én ezt veszem. Benyeljük. Akkor nem lesz fejlődés. Jó? Hát akkor én itt abban is hagyom. Ha valakinek esetleg van rövid kérdése, akkor igen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy nekem nem teljesen világos az, hogy hogy van rám hatással az Afrikában háborúban. Én ezt nem érzem. Ez mi konkrétan? Hogy lehet ezt felfedezni magunkban, hogy hatással van mindenre? Nem biztos, hogy felfedezzük magunkkal, de mindazonáltal hatással van. Tehát millió dolgok, ezt így nehéz látni, ezt mi nem vagyunk képesek látni. Hát látjuk, vannak, mint azt már ugye mondtam, közvetlen ugye hatásai, hogy az ember hall róla, és akkor reagál rá nyilván. Aztán van, akinek ez nagy, azt mélyen érinti, belegondol, hogy ott emberek halnak meg, ugye, és akkor, tehát ilyen módon ugye ez nyilván evidens. De ha nem tudunk róla, akkor is van hatással rá. Akkor is hatással vannak. Ugye van ez a példázat, ugye a pillangó szárnya, ugye valahol egy pillangó Ausztráliában ugye megremegteti a szárnyát, és akkor elindul valami a világban, egy új dolog. És az ide fog érni előbb-utóbb, de nem tudjuk, hogy hogy. Lehet, hogy iszonyatosan föl, hogy vegyek, erősödve. Bármit elindíthat. És az ember eszébe se jut, hogy hát ez csak egy pillanatnak a kis rebbenése volt a kezdetén. Nem tudjuk. Tehát ez mind, hogy nem, nagyon erősen. Hát itt beszélünk ugye karmáról például, többek között, ugye az is egy nagyon fontos szintje ennek a egymásra hatásnak, a karmáról. A karma az egy szellemi energia, ami láthatatlan. Ja? Ami láthatatlan. Ja. De valós, és befolyásolja ugye a cselekvőknek a életét. Igaz? Tehát karmikus eredmény is lehet. Ja? Áttételesen. Karmikus eredmények is lehetnek. Tehát nagyon sokféle módon hat. Ez kibogozhatatlan, ez átláthatatlan. Ezt mi nem látjuk. Ja. Aztán persze nagyon sok történet szól ugye az ilyen dolgokról. Ja. Ezek mind megmagyarázhatatlan. Tehát a mi értelmi képességeinkkel megmagyarázhatatlan dolgok. Ugye, olyan, mint ugye van ez a híres történet, hogy a Buddha egyik nagy tanítványa, akinek ugye képességei voltak, sétál az ő hogy hívják, kísérőjével, és akkor lát egy embert, aki a hallal eteti a gyerekét, akit az ölében tart, és akkor ott van egy kutya, ami el akarja lopni a halat, azt meg megrugdossa, megdobálja kővel. És akkor ez a Katyajánán úgy hívják ezt a mestert, és akkor szomorúan elmosődik, és akkor tovább mennek. És akkor a kísérője megkérdezi, hogy hát most mester, miért mosődtál az előbb? És ő azt mondja, hát ez a létkörének a természete, hogy ez az ember nem tudja, hogy a halálos ellenségét tartja az ölében, mint saját gyermekét. Aki azért olyan karma alapján született ő hozzá, hogy ebben az életében meg fogja ölni. Hát sajnos ilyet már hallottunk, hogy a gyerek megöli a szüleit, igaz? Tehát így született a gyerek, és ez fog történni. Ugyanakkor
a hal, amivel eteti a halálos ellenségét, az pedig a saját anyja, aki már meghalt, tehát ebben az életben meghalt, és halként született újjá, és az ő húsával eteti a halálos ellenségét. A kutya, amelyeket megrúgdosott, meg elzavar, az pedig a saját apja, aki szintén meghalt, már is kutyaként született újjá, és azt rúgdosta el, ugye? És akkor azt hiszük, hogy ugye minden rendben van. Hát csak a kutyát elrúgdostuk, a halat ugye megetettük a gyerekkel, csak minden fordítva. Pontosan ugye a halat kellett volna szeretni, meg tisztelni, mert az anyánk volt, meg a kutyák, és pontosan a gyerekünktől kéne óvakodni, mert az meg az ellenségünk azért jött, hogy megöljön bennünket. Tehát ezek láthatatlan dolgok, ezt mi nem tudjuk így közvetlenül fölfogni. Ugye bizonyos tudományokban ezeket a hatásokat ugye nyomon lehet követni, például az asztrológiában sok mindent nyomon tudnak követni, de ezt így nem tudjuk közvetlenül. De hát van olyan hatás nyilvánvaló, hogy egy háború az azt jelenti, hogy hogyha csak a vegyi dolgokra gondolunk, borzalmas sok méreg kerül például a atmoszférába, a levegőbe. Most az eljön ide. Ja? Ugye a városok égnek le, igaz? Bombák robbannak, rakéták, stb. Ott mérhetetlen dolgok, fölmérhetetlen dolgok történnek, ugye? Hogyha elégetünk egy nejlonzacskót, akkor már lefogjuk a arrókat, igaz? Most amikor leég egy város, akkor Ha csak erre egy dologra is gondolunk, mi ég ott el? És az mind bekerül a légkörbe, és az mind előbb-utóbb jön ide ki hozzánk. Az összes lényeg világosodására. Teljesüljön, váljon valahol.